Alaposan megfiatalodott a nyíregyházi csapat játékos kerete a nyári szünetben. Horvátszky Mário, Tóth Patrik, Székely Nikola és Gidai Máté távozott, helyükre két visszatérő játékos érkezett, Szűcs Balázs Ozdon, Bor Márk pedig Törökszent Miklóson szerepelt a legutóbbi szezonban. Rajtuk kívül saját nevelési fiatalok vannak ott az edzéseken, amelyeket a pályán és a konditeremben vezényel a játékosoknak Bécsi János edző. Mivel a korábbi hírekkel ellentétben a szövetség jövőre nem vonja össze a két másodosztályú csoportot, az új szezonban eredménykényszer nélkül lesz idő a fiatalok beépítésére. Új csapatot kell építeni, abból kifolyólag is, hogy rengeteg lesz a fiatal a csapatban. Abból azt néztük most ebbe a bajnokságba, hogy mivel nem vonták össze a két kelet-nyugat csoportot, hanem maradt az egy csoportos bajnokság, ezért és nagyon erős lesz, úgy érezem, hogy a keleti oldal megint erős és kemény bajnokságra számíthatunk, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a fiatalokat beépíteni. Nem a feljutás a cél, és ezért szeretnénk azt, hogy saját nevelési játékosokkal megpróbáljuk megkezdeni az évet. Hogyha nagyon nem működik, akkor még decemberben az újabb átigazási időszakban igazolhatunk új játékosokat, azokra a posztokra, ahol esetleg gyengébben szerepelnénk, de bízok benne, hogy a fiatalok majd fel fognak nőni a feladathoz. Itt az öregebb, rutinosabb játékosokra most nagyobb szerep fog hárulni, többet fognak pályán lenni, többet kell teljesíteniük, és igen, a fiataloknak meg kell próbálni kiverekedni maguknak azt a lehetőséget, hogy ők is a pályára kerüljenek. A csapatkapitány Varga László szerint a rutinos játékosok eddig is segítették a fiatalokat, és ez ezentúl sem lesz másként. Minden évben úgy jövök edzésekre, hogy csapatkapitány is akkor nehezebb, meg stb., mert új játékosok. Most igen, ez egy új helyzet, mert kevés a rutinos játékos. Meglátjuk, nagyon remélem, hogy fogok tudni segíteni a csapatnak még többet. Azért edzünk, azért csináljuk, nyilván az edző azért rakja össze az edzéseket, hogy megfelelően a maximális teljesítmény nyújtsuk, akár én is. A nyíregyháziak a Balmazújváros és a Pest-Szentlőrinc elleni meccs mellett Ózdon és Balmazújvárosban is pályára lépnek egy négycsapatos tornán. A bajnokság nyitófordulójában szeptember 14-én a Deasz csapatát fogadja Bécsi János együttese.